Már az óra vár benneteket a Tóra megyér, Jonatán vagyok. Remélem, hogy nem sokáig magánykodom itt az éterben. Darab ideje nem találkoztunk már itt Budapesten, ráadásul élőben, úgyhogy ezért is vagyok nagyon izgatott, hogy ismét visszatérek hozzátok. Hát azért igyekeztem nem csendben tölteni a napjaimat, erről értesülhetetek, de ide visszatértem otthonunkba, és az élő adásokhoz is, ugye az Egyesült Államokból 6 óra időkülönbség miatt ezek nehezen voltak abszolválhatók az élő bejelentkezések, sőt, hát egyáltalán nem. Szeretetek köszöntöm Zsoltot, jó estét kívánok Zoltánnak, szeretetek köszöntöm Ákos, Szilárdot, Katalin, Szilviát, Zsuzsit, Józsefet, Robertet, Ildikot, Gyöngyit, Jolánt, Juditot, szeretetek köszöntöm Attilát, Angélát és azt a többi több mint 100 kedves tanulótársunkat. Elnézést, hogy nem említek mindenkit név szerint, bár szívesen tenném, már csak azért is mondom, mert régen találkoztunk így ebben a formában, ilyen körben. Szeretettel köszöntelek benneteket, a köhögésre elnézést kérek, kicsit megfáztam. Nem Covid, úgyhogy így a weben keresztül terjed, hogy nem megijedni. Szép jó estét kívánok mindenkinek. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra. Annál is érdemesebb lesz velem tartani ma este, mert érkezett két szerintem érdekes kérdés, amely mármint két olyan kérdés, sok kérdés érkezett, de kettő olyan, amely szélesebb közönséget is érdekelheti, illetve hát tovább fogunk haladni a Tánya 22. fejezetében, remélem, hogy időnk ezt engedi. Nézzük tehát először a kérdéseket. Az első kérdés Hanukával kapcsolatos, hogy nemrég ért véget Hanuka ünnepe. Szerintem helytelen és sértő, írja a kedves tanulótársunk, szerintem helytelen és sértő a Hanukát úgy ünnepelni, hogy a jelképei, eseményei ott vannak a városban különböző helyeken. Több ezer szíriai görög került akkor lemészállásra. A Hanuka egy véres győzelmi ünnep. A karácsony a megváltó születésének ünnepe. Miért nem inkább a Savotot ünnepli ilyenkor? Miért nem ünneplik ilyenkor látványosan májusban, ilyen látványosan májusban, vagy miért nem karácsonyoznak önök is? A megváltó önökhöz is érkezett a békés Isten igéjével, csak önök nem hallgatták meg. Budapestről beszélek, természetesen az, hogy Izraelben mi történik, nem érdekel. Írja a kedves tanulótársunk, hát akkor tisztázunk, itt sok dolog felmerült. Az egyik az, hogy a zsidók miért nem ünnepelnek karácsonyt, tehát ez eléggé, hogy mondjam, ez eléggé egyértelmű, hogy a zsidók nem hisznek a keresztény megváltói mi voltában. Nem az arról van szó, hogy nem tiszteljük ezt az ünnepet, nem arról van szó, hogy nem ismerjük el a keresztény megváltó személyének létezését, egyszerűen csak arról van szó, hogy nem ismerjük el azt, hogy Jézus hogy Jézus megváltó lett volna, vagy hogy Isten fia lett volna, vagy hogy proféta lett volna, egy jelentős történelmi személyiség volt, efelől nincs kétség, életében kevésbé, mint halála után, efelől nincs kétség, de az, hogy megváltó legyen, ez természetesen a zsidók számára elfogadhatatlan. Ezt többször beszéltem erről, és mindig ugye hozzáteszem azt a nagyon fontos megjegyzést, hogy először egyrésztről ezek a beszélgetések, ezek nem arról szólnak, hogy én egyik vagy másik vallást kritizáljam, vagy szimpátiát, vagy unszimpátiát mutassak egyik vagy másik vallás felé, pláne nem abban arról szólnak, hogy bárkit a hitében megsértsek, és egyébként mindegyik vallást tisztelem és becsülöm, és fontosnak tartom. Ez nem egy hittérítő beszélgetés, a zsidóság eleve nem egy hittérítő vallás, tehát ez már eleve amiatt is kizárt, egyszerűen csak arról van szó, hogy szeretném bemutatni a zsidóság értékeit, amelyek az én véleményem szerint, vagy véleményem szerint egyetemes értékek. Okay. Most, tehát ilyen szempontból ugye karácsony nyilván zsidók nem ünnepelnek. Ami a köztéren felállított hanukai gyertyatartókat, hanukai menórákat illeti, ugye Budapesten, főként a nyugati téren, most már több mint 20 éve állnak minden tartók, hogy a hanuka az egy, azt írja a kedves tanultársunk, egy véres győzelem ünnepe, amikor zsidók győztek az asszír görögök ellen, ugye sok asszír görög meghalt ebben az ütközetben, egyébként sok zsidó is, mint minden háborúban, mindkét fél oldalán vannak veszteségek. Hogy miért ezt az ünnepet ünnepeljük, és miért nem inkább egy pozitívabb ünnepet, mint mondjuk a Savuot, annak egyszerű oka van, hanukakor az egyik micva, az egyik parancsolat a csoda hirdetése. Úgy hívják ezt, hogy Pirsumei Nisa. A csoda hirdetése.
Ez egyik, két ilyen ünnep van, ahol ez, két ünnepünk van, ahol ez fontos. Az egyik az Hanuka, a másik pedig Purim. Mind a két ünnep az, az posztbiblikus ünnep, pontosabban a Purim nem, mert a Purim az egy bibliai története. Eszter könyvében olvasható története televenít meg, de a Hanuka mindenképpen posztbibliai ünnep, mármint zsidó szempontból, és Purim is poszttórai ünnep. Ennél a két ünnepnél van olyan kötelezettség, hogy az ünnepet hirdetni kell. Ezért van az, hogy a legtöbb házban a hanukai gyertyatartókat az ablakba kell kitenni, mínusz, hogyha az ember nem tudom, a nyolcadikon lakik, az ablakba kell kitenni a gyertyatartókat, mert hirdetni kell a csodát. Az a gyertyatartók emlékeztetnek. Arra emlékeztetik a gyertyatartókat, meg pillantókat arra, hogy ez, hogy micsoda csoda történt, és ezáltal azt remélve, hogy ezáltal a szemlélő is eljut az egyisten hithez és az egyisten elfogadásához. Tehát ezért a Hanuka más, mint mondjuk Sávolt. Sávoltkor nincs ilyen parancsolat, nincs ilyen micva, hogy hirdetni kellene a csodát, Hanukakor pedig van. Úgyhogy ezért állítunk éppen Hanukakor köztéri gyertyatartót, és nem pedig, nem tudom, kimenjünk az utcára táncolni Sávoltkor. Ami azt illeti, hogy a Hanuka egy véres győzelmi ünnep volna, egy érdekes dolgot fogalmaz meg a Midrás, Mózes második könyvének Mózes második könyvének Besalach szakaszához, az elején, akkor a zsidók kimennek Egyiptomból, akkor azt meséli a Midrás, azt meséli a Talmud, hogy Mózes egy dicshimnuszt, vagy pontosabban a Tórában azt olvassuk, hogy Mózes egy hálaéneket intézett az örökkévalóhoz. Úgy kezdődik ez a hálaének: az Yashir Moshehu ne Israel, a sirázott, Lásem Leimor, a sir Lásem Kigága. És akkor énekelt Mózes és Izrael fiai az örökkévalónak egy dicshimnuszt, mondván, hadd éneklek az örökkévalónak, mert nagyszerű volt, mert nagyszerűnél nagyszerű volt. A Midrás a Talmud hozzáteszi, hogy az angyalok, ugye Istennek tetsző volt ez a dicshimnusz, és az angyalok, ugye ez egy ilyen elképzelt sztori, nem kell feltétlenül szó szerint venni, ez egy nagyon szép gondolat, amikor mesél ilyen történeteket, akkor mindig ezt kell tudni, hogy ez nem a történet lényege, nem az, hogy igaz-e vagy sem, a történet lényege az, hogy mit akar sugallani, milyen üzenete van. És a Talmud azt meséli, hogy amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, akkor az angyalok Istennél elkezdtek problémázni, Istennél elkezdtek panaszkodni, és azt mondták az angyalok Istennek, hogy a zsidók dicshimnuszt énekelnek neked, és ez neked tetszik, de hát meghalnak egyiptomiak, az igaz, a te teremtményeid. Ráadásul mondják az angyalok, a zsidók sem jobbak, mint az egyiptomiak. Amikor még kijöttünk Egyiptomból, akkor a zsidó nép kijött Egyiptomból, akkor bálványimádó volt, ugye? Akkor még nem volt meg a Tóra. A Tóradás csak az egyiptomi kurulás után 40-50 nappal történik meg, pardon. 50 nappal. Tehát még nem volt meg a Tóra, a zsidók nem a zsidó vallást gyakorolták, ha úgy tetszik, hanem ugyanolyan pogányok voltak. Azt meséli a Talmud, hogy az Egyiptomban rabszolgáskodó zsidó nép, az ugyanolyan, ez minden létező bűnt elkövetett. A pokol 49. bugyra volt, olyan mélyen volt spirituálisan, olyan mélyen volt erkölcsileg, hogy az út azért hozta ki Isten, azért nem tudott várni Isten a megszabadítással, mert akkor még mélyebbre süllyed a zsidó nép, és onnan már lehetetlen lett volna megmenteni. Mert még nem volt meg a Tóra, mint eszköz, nem volt meg a zsidó kezében, nem volt meg a kezünkben a Tóra, mint fegyver, ha úgy tetszik, amivel ellen tudunk állni a pogányságnak, ellen tudunk állni a bálványimádás kísértésének. Ma már nincs ilyen gond, mert van a Tóra, ami segít nekünk megvédekezni a pogányság ellen. De az egyiptomi kivonuláskor még nem volt meg a Tóra. Egyébként, kedves Antal Évi, nem elég rossz indul, rossz májú a kommented, de én nem azt mondom, hogy zsidók panaszkodtak, azt mondom, az angyalok panaszkodtak Istennek. Zsidók mindig panaszkodnak, ez lehet, hogy igaz, de az angyalok panaszkodtak Istennek, mondván, miért érdekelnek a zsidók gyászéneket, és ez tetszik neked, hiszen hát egyiptomiak. Az egyiptomiak is, egyiptomiak itt meghaltak az egyiptomi csapásokban, plusz a Vöröstenger, a Nádastenger kettéválasztás után a komplet egyiptomi hadsereg meghalt, és azt mondták az angyalok, Eiluhama Obdiavodazara. Ezek is bálványimádók, meg azok is, a zsidók is, meg az egyiptomok is, miköztük a különbség. És akkor
És akkor tulajdonképpen azt meséli a Talmud, hogy Isten elhallgatott, Isten azt mondta, hogy igazatok van. Oké, a zsidónép fontosabb, mint a pogány imádó egyiptomiak, hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai, és ők fogják megkapni a Tórát, de valóban nem szép dolog, valóban nem helyes dolog, valóban nem helyes dolog ünnepelni. Tehát közben Antal Évinek válaszolok, igen, panaszkodtak később, hogy nincs hús, meg előbb, meg hogy nincs víz, de most én nem ezről a történetről beszélek. Szóval valóban, semmiképpen nem azt ünnepeljük, hogy semmiképpen nem amiközben a győzelmet ünnepeljük, aközben semmiképpen nem az ellenség elhullását kell ünnepelni. Nem azt kell ünnepelni, hogy az ellenség elhullott, hanem azt kell ünnepelni, hogy a jók győztek, a jó diadalmaskodott. Hogy amikor egy, így van ez a, akármilyen háború esetén, de vegyük akkor a második világháborút, vagy bármilyen más háborút, amelynek a győzelmét az adott ország, amely a győzelmet aratta, megünnepli. Ugye mi magunk is megünnepeljük a második világháború akkor aratott győzelmet, amelyet a szövetséges erők és Oroszország, Szovjetunió aratott a náci Németország és kollaboránsaival szemben, de nem azt ünnepeljük, hogy ugye a német hadseregben is ártatlanok haltak meg. A magyar hadseregben, amely kollaboránsok voltak, sokan köztük kollaboránsok voltak, ott is ártatlan emberek haltak meg. Nem azt ünnepeljük, hogy ártatlan emberek halnak meg. Természetesen nem azt ünnepeljük, hanem azt ünnepeljük, hogy győzedelmeskedik a jó. Most ez a kettő dolog, ez nehezen külön választható, az igaz. Ettől még a győzelem az ünneplésre méltó, és ettől még a győzelem az egy olyan érték, amelyhez vissza kell nyúlni. Vagy mondjuk egy mai példát, ugye ezekben a pillanatokban is sajnos számomra érthetetlen okokból, de háború zajlik Ukrajnában, méghozzá egy jogtalan háború és egy igaztalan háború. Mindkét oldalon halnak meg emberek egy ilyen háborúban, az agresszor oldalán is, tehát Oroszország egyértelmű agresszor, de oroszok is halnak meg, katonák is, orosz fiatalemberek, orosz pák és anyák veszítik el a gyermekeiket. Én nem állítom, hogy nem Oroszország az agresszor, természetesen, de nem, sajnos nem azok az emberek halnak meg, akik igazán akik megérdemelnék, akik kirobbantották ezt a háborút, vagy akik pártolják ezt a háborút, hanem sokszor olyanok is ártatlan emberek halnak meg, akiknek nem volna szabad. De azt kell mondjam, hogy a hangsúly az mégiscsak a győzelmen van, a hangsúly az mégiscsak a jó győzelmén van. Isten azt mutat majd az ártatlan áldozatokat, Isten az ártatlan áldozatokat bizonyára kárpótolja majd, vagy az ártatlan áldozatok hozzátartozói. Tehát ez tulajdonképpen a Hanuka ünnepének különleges mi volt a más ünnepekkel, mint például a Savottal szemben, hogy hát itt van a csoda hirdetése, és itt ugye ez egy különleges csoda volt a hanukai csoda abban az értelemben is, hogy tényleg egy jelentős túlerővel szembeni zsidó hadsereg győzött, egy maroknyi zsidó hadsereg győzött egy jelentős túlerővel szembeni asszír görög hadsereggel. Azért itt még egy dolgot hadd áruljak el, amiről kevés szó esik, és szerintem több szó kellene essen, az pedig az, hogy nem csak az asszír görögök felett aratott győzelmet a maroknyi zsidó hadsereg, hanem az asszimilálódott zsidók felett is. Ez a helyzet ugyanis az, hogy ezt a háborút, ezt a vallásokhoz ragaszkodók vívták az asszimilálódott, a hellenizált zsidókkal szemben is. Tehát itt nem csak asszír görögökkel szemben volt a háború, hanem hellenizált zsidókkal szemben is. Erről nagyon-nagyon kevés szó esik. Azt szoktam mondani, nem vicces, kicsit viccesen, de valójában komolyan, hogyha ma lenne ez a hanukai háború, ez a hanukai ütközet, és ez a hanukai csodama történne, akkor úgy szerepelne ez a világ sajtójának a címlapjain, hogy a fundamentalista, ultraortodox zsidók legyőzték az asszimilálódott reform zsidókat. Ugyanis az asszimilálódott zsidók, vagy a hellenisztikus zsidók, azok tulajdonképpen alig különböznek a mai asszimilálódott és reform zsidóságtól, és hát ő ellenük szólt elsősorban ez a háború. A zsidók nem a görögöket akarták és tudták legyőzni, hanem az asszimilálódott zsidókat. Ez egy nagyon-nagyon fontos és lényegi különbség. A görögök rossz időben voltak rossz helyen.
Ugye sokat meséltem erről korábban, a nyáron, augusztusban a Zsidó Tudományok Szabad Egyetemén erről beszéltem hosszan, vissza lehet nézni a videót, amikor arról beszéltem, hogy a hellenizálódott zsidók voltak többségben a Szentföldön a hagyományhű, ha úgy tetszik, ortodox zsidókkal szemben. Hanukai, a sors fintora, a teremtő humorérzékének tanúbizonysága az, hogy Hanuka egy olyan ünnep, amit még a legasszimilálódottabb zsidó is szokott tartani, pedig mondom, ez éppen ellenük szól, éppen a legasszimilálódás ellen szóló ünnep. Így kéne szerepeljen ma a hanukai történet az újságok címlapjai. Az ultraortodox, fanatikus, fundamentalista zsidó, a szakállas, kaftános zsidó legyőzték a mit tudom én, reformizálódott, asszimilálódott zsidókat. Ez a nagy igazság. És a sors fintora, hogy mondom, ezt az ünnepet még a legasszimiláltabb zsidók is, vagy reform zsidók is ünneplik, sőt, nagyon szeretik. Tehát ha pontosan tudnák, ez csak az ignoranciájuk, vagy a tudatlanságuknak a jele, hogy nem tudják, miről szól pontosan az ünnep. Én nagyon örülök neki, hogy ünneplik, hála Istennek, nagyon örülök, és biztos vagyok benne, hogy ez is azt mutatja, hogy minden, még a legasszimiláltabb zsidóban is van egy kis szikrája, a lelkének egy kis vágyódása Isten igazsága felé. De hát, hogyha a puszta tényeket nézzük, ha a száraz adatokat nézzük, akkor valójában ezen áll a dolog. Oké, a következő kérdés, és aztán lehet, hogy nem is fogunk tudni tovább haladni a tanulásban, mert itt elbeszélgetjük az időt. Elnézést. Cugezunt. Azt írja egy kedves tanultársunk. Gondolkozom napok óta a jó és a gonosz teremtésének a kérdésén, bevallom, nehezen fogadom le azt a magyarázatot, hogy azért van gonosz, hogy ahhoz képest legyünk jók, és Isten tudjon jutalmazni, meg büntetni. Ez egy kicsit öncélú dolog lenne Istentől. Azon is gondolkoztam, hogy Isten miért engedi, hogy sérült gyerekek szülessenek. Ha véletlen elém hozta egy 2 évvel ezelőtti videódat, írja nekem a kedves tanultársunk, amiben beszélsz egy 8 gyerekes rabbiról, akinek egy fogyatékkal élő gyermeke van. Szerinte azért, hogy általa ők jobbak legyenek, tényleg Isten azért veszi el a gyerekek lehetőségét a teljes életre, hogy a szülei és testvérei így legyenek jobbak, hogy azért engedte, hogy a budapesti zsidókat a Dunába lőjék, hogy Wallenberg jó ember lehessen, és ha tényleg ez zog, akkor a lelécelő apák miért nem lettek jobbak? Ezt nem pontosan értem. Nem várom meg, hogy mindenre exakt választ tudja adni, csak meg akartam veled osztani kétségeimet. Remélem azért nem tagadsz ki a csoportból semmiképpen. Most válaszom a kedves tanultársunknak. Ugye azt a történetet mesélte, ami számomra nagyon, nagyon tetszett, egy amerikai rabbi mesélte, nem tudom, hogy hallottátok-e vagy sem, azt a történetet, akinek 8 gyereke volt, és abból az egyik egy nagyon komoly betegséggel küzdő kisgyermek volt, egy gyermek, aki folyamatos és 24 órás ellátásra és ápolásra szorul. És amit mondott ez a rabbi ebben az interjúban, az számomra paradigmaváltó gondolat volt, nekem megváltoztatta a nézőpontomat azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell szemlélni egy adott problémát, egy adott helyzetet. Ő ugyanis azt mondta, hogy sokan azt gondolják, hogy egy ilyen gyermeket felnevelni, egy maga tehetetlen gyermeket nevelni, az maga az önfeláldozás, az a teljes önfeláldozás, de ő, mondja ez a rabbi, ő úgy gondolja, hogy valójában az a gyermek, az a beteg gyermek, aki teljesen feláldozza magát, hiszen az ő élete semmi másról nem szól, mint arról, hogy általa, vagy az, hogy általa az ő érte való gondoskodás által a testvérei és a családja jobb emberek lehetnek. És ez ténylegesen önfeláldozás, hiszen az ő élete az valami, az alig tartalmaz bármiféle jót vagy örömet. Tehát a létezésének tulajdonképpeni lényege az az, hogy általa a külvilág jobb emberré válhasson. Nekem ez nagyon tetszett ez a gondolat méghozzá azért, mert ezt mondom, ez egy paradigmaváltó gondolat, ez egy új szemlélés, egy más szemlélőpontja ugyanannak a problémának, ugyanannak a helyzetnek, egyfajta alázat, egyfajta tisztelet, egyfajta mi is a megfelelő szó, egyfajta pozitív hozzáállás, egyfajta optimizmus az, ami ezt a nézőpontot jellemzi. Én arra nem fogok tudni tökéletesen jó választ mondani, hogy miért szenvednek emberek ezen a világon, hogy miért van az, hogy a jók szenvednek, és a rosszak pedig. Miért van az, hogy vannak olyan jó emberek, akik szenvednek, és vannak olyan gonosz emberek, akiknek jól megy a világon.
Erre nem tudok választ adni, nem csak én nem tudok választ adni, a Biblia nem tud rá választ adni. Ha elolvassa valaki Jobb könyvét, Jobb könyve tulajdonképpen teljes egészében erről a problematikáról szól, amit úgy hívunk, hogy Cadik ve Tovlo, vagy Cadik ve Rálo, és Rása ve Tovlo. Egy olyan igaz ember, egy olyan cádik, akinek rossz ezen a világon, és egy olyan gonosz ember, akinek jó ezen a világon. Ez hogy lehet? Ez nem igazságos. Ha elolvassátok Jobb könyvét, mindenkinek ajánlom, nem túl hosszú olvasmány, ha elolvassátok Jobb könyvét, akkor ott csak és kizárólag ezzel a problémával szembesülünk, és Jobb könyve nem tud kielégítő és jó választ adni erre a helyzetre. Valamiért Isten úgy működteti ezt a világot, hogy a rossz emberek sok rossz embernek jól megy a sora, és sok jó embernek pedig rosszul megy a sora. Ki tudja miért? Nem tudom. Biztos vagyok benne, hogy amiután 120 év múlva a mennyei trónus elé kerülünk, Isten meg fogja magyarázni, hogy mit miért. Biztos vagyok benne. Ha én a messiás, akkor mindannyian meg fogjuk látni azt a nagy képet, azt a teremtés művének a big picture-jét, a teljes képét, amely miatt érthetővé válnak a szenvedése. A jelenlegi tudásunkkal, a jelenlegi felfogásunkkal, a jelenlegi ismeretünkkel nem tudjuk ezeket a kérdéseket tökéletesen megmagyarázni. A tárgya is próbál egy választ adni, de nem lehet, hogy valakit nem tökéletesen elégít ki ez a válasz. Lehet, hogy nem elégít ki valakit tökéletesen az a válasz, hogy oké, Isten meg akarja büntetni a rossz embereket, és meg akarja jutalmazni a jókat, és ehhez valamiféle eszköz kell, de miért nem lehet hozzá egy kicsit kevésbé fájdalmas eszközt találni. Ezt nem tudom megválaszolni. Biztos lehetne, ha én teremteném a világot, ha én teremtettem volna a világot, lehet, hogy nem így csináltam volna. De az én véges értelmem és véges felfogó képességem ezt nem tudja teljes mértékben megmagyarázni. Úgyhogy a tárgya próbálkozása, által ebben az első Lubavitcherbe próbálkozása a tárgya című könyvben ennek megismertetésére, az, hogy jelesül az, hogy Isten azért teremti a kihívásokat, azért teremti a nehézségeket, vagy a kihívás, aztán a megfelelőbb szó, a kihívásokat, hogy általuk mutatkozzék meg az ember személyisége, vagy az ember jósága, ezért féle választ tud adni. Legalábbis cselekvés irányba, legalábbis arra sarkalja az embert, hogy cselekvő formálója legyen a saját sorsának, sem mint elszenvedője. Ez nagyon-nagyon fontos. Isten egy színpadra teremtett mindannyiunkat, ne nézők legyünk, hanem játszunk. Az a színpadon. Mindenki arra teremtetett, hogy játszik, nem pedig arra, hogy nézzük. Ne nézői legyünk a történelem alakulásának és a saját életünk alakulásának, hanem formálói, aktív formálói és alkotói. Társai és partneri a teremtőnek abban, hogy saját életünket formáljuk. És ne pedig szenvedő alanyai. És a szenvedőt nem feltétlenül negatív értelemben, hanem passzív értelemben mondottam. Ne pedig passzív, szenvedői legyünk a saját sorsunknak, a saját végzetünknek. Talán erről szól, amit az általában üzenni kíván. De még egyszer, nagyon nehéz az egyéni, főleg, hogyha egyéni, vagy akár kollektív nehézségekről, vagy fájdalomról van szó, nagyon nehéz olyan magyarázatot adni, amely kielégítő valaki számára, aki elveszíti egy kedvesét, egy szeretét, vagy aki nehézségekkel, legyenek ezek fizikai, vagy anyagi nehézségek, vagy spirituális nehézségek, aki ilyesmivel küzd. Nagyon nehéz ezeket, hogy mondjam, racionálisan és mindenkit kielégítően megmagyarázni. Jó? Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este itt voltatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel. Írjatok, ha van bármi kérdés, azt gondolom, hogy ezek fontos gondolatok voltak, amikről ma is szó esett, úgyhogy érdemes volt miattuk egy kicsit prolongálni még, hogy tovább haladjunk a 22. fejezetben, úgyhogy holnap arra is sor kerül. Persze, ha van kérdés, akkor azokat örömmel válaszolom meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek jó egészséget, ismét innen Budapestről, holnap este 8-kor találkozunk.